van kedvenc kávé fajta, amit szeretsz fogyasztani? Nagyon jó kérdés. Az életem egyik időszakában dohányoztam, és mint minden szenvedéllyel, a dohányzás is nálam szenvedély volt, tehát ilyen két doboz egy nap, nagyon sok volt, és az első gyerek születése után egy fogadásból ezt megállítottam. Addig nem volt fontos, hogy milyen kávét iszok. Miután nem dohányoztam, és egész másképp éreztem az ízeket, igen, utána lett kedvenc kávéfajtám, mindig ugyanazt veszem, mindig ugyanazt iszom, keresem azt az ízt, de mindig nyitott vagyok arra is, aki kipróbáljak újakat. Érdekes ez egyébként, mert most egy orvossal beszélgetek, és két doboz cigi egy orvosnak, az, az elég, elég nagy mennyiségnek tűnik így. Hát fiatalkorban, korban, nyilván korban, az ember elkezdi, és utána ez hozza maga után, mindig stressz, mindig problémák, nagyon komoly dolog a dohányzás, és nagyon, nagyon könnyen tud sajnos függővé válni az ember, Érdekes, én azért szoktam rá, mert egy munkahelyen tiltották, nagyon tiltották, és ez annyira, annyira inspiráló, inspiráló volt. volt gyerekként, fiatalként, hogy akkor ott rászoktam. Nagyon nehéz volt leszokni róla, de csak agyban lehet és egyszer elgyöntéssel, de sajnos nagyon ártalmas, hogy nagyon-nagyon rég abba hagytam, ez már nagyon rég, rég múlt. Egyébként könnyen sikerül letenni a dolgokat, hogyha elhatározod? A függőségek meg ilyen dolgok, az attól függ, hogy ez mindig pótol valamit. És attól függ, hogy mit pótol. Hogyha fontos dolgot pótol, akkor igen nehéz. Hogyha, ha csak úgy az ember kettelésből kezdte el és csinálja, akkor talán egyszerűbb. Ebbe a kategóriába tartoztam, én egyből ö, le tudtam mondani. Nagyon sok ismerősöm, nagyon sok barátom sokszor neki futott, de hála Istennek nagyon sokan abba hagyták ezt. Amire még nagyon büszke vagyok, hogy a munkahelyünkön, meg a munkahelyemen is nagyon kevesen dohányoznak. Mennyire vagy egyébként céltudatos ember? Most a fiatalkor így szóba került, tehát már, már fiatalkorodban is tudtad, hogy te orvos leszel, te segítőpályára fogsz lépni. Ezzel fogsz foglalkozni? Matematikusnak készültem. Hát az nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nagyon szerettem a matematikát, nagyon élveztem, és nagyon korán elveszítettem édesanyámat. Neki mindig az volt az álma, hogy én orvos leszek. Én mindig nevettem rajta. Zeneiskolával kezdtem, nyolc osztályt zeneiskolában végeztem, utána fordultam a matematika és kémia irányában, és szerettem volna vagy vegyészmérnök, vagy matematika tanár lenni. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon kedveltem a matematika tanáromat, és nagyon inspiratív volt, egy nagyon-nagyon tiszta fejű és tiszta gondolkodású hölgy volt, és, és megkedveltette velem a matematikát. És amikor édesanyám bekerült a kórházba, és gyakorlatilag én nem tudtam, hogy az az utolsó beszélgetésünk, akkor ő kérte, hogy gondoljam ezt át. És akkor meghalt, akkor abban a pillanatban azt mondtam, hogy e felé fordulok, és, Nehéz volt átállni, nehéz volt a, a matematikai fejjel, magulós uh, dolog, de sikerült, és végül is nem bántam meg, nagyon szeretem a hivatásomat, és nagyon jó dolog segíteni embereken. Én beszélgettem már veled egy másik műsor keretében, és engem megfogott az, hogy nem csak a, nem csak a testi gyógyítás az, ami neked fontos, te nagyon sokat foglalkozol az emberek lelkével, vagy a testi tünetek lelki hátterével. Pontosan. Nagyon-nagyon sok éve figyelem a barátaimat, rokonaimat, családtagokat, nagyon sok embert, nyilván 54 éves korra már az ember sokat kísér el a, a, a halálig. Én mindig azt láttam, hogy a betegség mögött legtöbb esetben lelki problémák voltak, ezek indították meg, a betegség feldolgozásához nagyon sokat számít az, hogy hogy állunk hozzá és hogy állunk ebbe bele. A lelki egészség talán még a testi nem is fontosabb. Én 25-28 év orvosnás után azt mondanám, hogy valahol a lélek egyensúlya után jön a test egyensúlya, de a kettő nem választható el. A betegség alapjai mindig, hogyha valami miatt stresszelünk valami miatt, elúszik, vagy felborul a lelki egyensúlyunk, és elkezdjük ezt keresni. Innen jönnek a szenvedélyek, amiről már beszéltünk, hogy ha az ember nem érzi magát sikeresnek, valami miatt pótolnia kell, valami miatt menekül, akkor a könnyed dolgok felé fordul. Jobb esetben dohányzás, kell, rosszabb esetben alkohol, a legrosszabb, hogyha már ennél is tovább egy és kábítószer felé megy. Sajnos azok pillanatművek, pillanati segítségek, de sokszor menekülniük kell. Ha megértik az emberek azt, hogy nem menekülni, hanem szembenézni, nem elítélni, hanem megérteni kell, akkor a világ is egész más lenne. Érdekes, mert az emberek egymáshoz való kapcsolata is foglalkoztat szerintem téged valahol, hogy hogyan kommunikálnak, hogyan fordulnak egymás felé. Mi a hiba benne? Egyszer mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ami megmaradt az én fejemben, hogy a párkapcsolatok valójában, vagy az együttélések valójában miről szólnak. Igen, ja. valójában az mi... mi um nem tudunk önmagunkban létezni. Addig még, bár azt mondják, hogy állatfaj csúcsa, de mi nem vagyunk, nem vagyunk önállóak, és nem tudunk önállóan létezni a világban, társas lények vagyunk. Nagyon-nagyon fontos gyerekkortól, hogy ki kísérel minket. Ki az, aki először lát mosolyog, milyen környezetben nősz fel, mit keresel, a világban hol a helyed, de a helyednek lennie kell. Ha, ha ahhoz 5-10-20 ember nagyon közel kapcsolattal tartozik. Ezek a nagyon közeli kapcsolatok, ha megromlanak, elmagányosodik az ember, és a lelke kiürül, és onnan jönnek a betegségek. Tehát azt, hogy mi a saját közegünkben, a saját családunkban, hogy mozgunk, az a legmeghatározóbb, mert felé úgy fogunk nyitni a világ felé is. A világ megért minket, ha beszélünk. A család megért minket, ha beszélünk. Erről, erről kommunikálni kell ha valami feszültség van, a leghamarabb az ember odavág, vagy, vagy felidegesíti magát. Ha elszámolunk tízik, és meg, csak arra gondolunk, vajon miért gondolja így? Vajon miért ez a benyomása? Vajon miért alakult ez így ki? Akkor sokkal mélyebb dolgokra jön rá, és sokkal értelmezhetőbb a világ. A világ egy nagyszerű dolog, egy, egy, nagyon szép dolog. Él az életben is, hogyha a pozitív dolgokat tudnánk értékelni, és nem csak mindig azt mondani, hogy na ez se sikerült, na ez sem jött, akkor egész másképp élnénk. Mennyi időbe telhet ilyen szintű ismeretre szert tenni? Hát, nyilván, Vagy ezt mindig tanuljuk? Ez indítás is, talán édesem korai elvesztése is szerepelt vállalt ebbe. Olyankor az ember, mikor valaki meghal, nagyon érdekes, egy nagyon közeli hozzátartozó, mikor meghal, a világ lehűl körülötted. Hideggé válik, nem hiszed el, hogy van másnap, hogy, hogy másnap is fel kell a nap, és fel kell a nap, és menni kell, és élni kell, és mire visszamelegszik a világ körülötted, addig nehéz, addig kell segíteni annak, aki magányban marad, aki, aki ilyen problémát szenved el. Megtanulni a világot, érdeklődve, ha érdeklődsz iránt, akkor tudod. Ha menekülsz előle, félsz tőle, sose fogod megtanulni. Ha érdekel, ha érdekel, hogy mi van mögötte, ha érdekel, hogy miért jutott oda, és arról beszélgetsz, akkor az másképp fog alakulni. Neked a mindennapi munkádban mennyit segít az, hogy így gondolkozol, hogy így látod az embereket, hogy mögé tudsz nézni az ő cselekedeteiknek, akár mondataiknak is? A Test-lélek kommunikációja talán a beszélgetések során és egy orvossal beteg kapcsolat kapcsán is a legfontosabb. Hogyha leül velem valaki szemben, azt szemét nézem azonnal, csillog, nem csillog, rám figyel, nem rám figyel, nagyon sok mindent elárul. Akkor már látszik, nagyon hamar észre lehet venni orvosként egy páciensen, hogy probléma van, hogy baj van, meg van ijedve, meg van rémbülve, az már egy első jel. Ha meg van rémbülve, az első dolog, nem is kell milyen elmenni, elkezdeni vele beszélgetni, meg kell nyugtatni. Mindenképpen le kell nyugtatni, hogy higgye azt, hogy ez nem egyedi probléma. Ez, ez, egy, ez, egy, többes, másban is, másokban is előfordult. Ha lenyugodott, akkor meg tud nyílni. Ha sikerül megnyílni, akkor lehet beszélgetni arról, hogy, hogy tényleg az ő egyedi problémájáról. És nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon kevés időnk van kommunikálni a betegeinkkel, nagyon szahasználni kell, szükséges használni a testbeszédet, a testkommunikációt. És egy idő után már, már rájöttem ilyen sztereotípiákból, hogy gyakorlatilag, mikor beérkezik, és egy beteg egy rendelésre, már amíg leült a mozgásából, a nézéséből, hogy nézett körül, köszönt, nem köszönt, miket, mik, hogy gesztikulál, ebből már nagyon sok mindent le lehet szűrni. És évek alatt ez összegyűlt, és azt mondhatom, hogy egy, egy emberismeretet adott. Van még egyébként az orvosi pálya mellett, ami érdekel, ne ma már, tehát mondjuk a matematikai részen kívül, ami úgy tetszenem még. Egy nagyon nagy fordulatot adott számomra egy egyszerű tény. Elkezdtem uh, tartani előadásokat laikus embereknek. Tíz éve, több, tíz, több mint tíz éve, tizenöt éve. Szívről magyarul, az volt a címe minden előadásra, hogy bizonyos témakörből magyarul anyanyelveden, érthetően. És rájöttem, hogy mennyire nem tudjuk, nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük a testünket, nem ismerjük, nem ismerjük, hogy hogy vagyunk összerakva, nem áll össze a magunkról, az, a testünkről egy kép. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy minél többet oktatni, minél többet beszélgetni róla. És rájöttem, hogy ez érdekli az embereket, és valahogy segítenünk kellene őket önmagukat megérteni. És akkor alakult ki bennem ez a ez a, kép, a születéskor, hogy a két bankkártyát kapunk. Mikor az ember elmegy, bemegy egy bankba, és szeretne egy, egy számlát nyitni, azonnal két kártyát kap vele, kap egy bankkártyát és egy hitelkártyát az jó Isten is ezzel lát el minket. Kapunk egy bankkártyát, amire mi kell gyűjtsünk, ez a tudáskártyánk. Folyamatosan tanulnunk kell, fel kell töltsük. Ezt a szüleink segítségével, nagyszüleink segítségével, egyetem, állam, mindenki közel működik. A hitelkártyánk viszont, amit megkapunk, teljesen, százszázalékosan telt. Megkaptuk, ajándékba kaptuk, és elkezdjük költeni, mint minden hitelkártyát. Egy baja van ennek, nagyon nehéz visszatölteni, vagy talán lehetetlen is visszatölteni. Ha elfogyott, ha túl-túl költöttük, ezt újra pótolni végtelenül nehéz. És én akkor megtanultam, hogy meg kéne tanítani az embereket arra, hogy ezt a hitelkártyát jól kezeljék, megtanítani az embereket, hogy értsék, hogy az életük, az egészségük talán a legfontosabb értékük hol lehet ezt elkezdeni fiatalkorban. Tehát, hogyha a fiatalokat megtaláljuk, el tudjuk nekik mondani, fel tudjuk őket világosítani játékos formában, akkor talán tudunk nekik segíteni, és kidolgoztam egy, ezt a módszert, ami jelenleg a Debrecen Alapellátás és egészségfeleztési Intézményben működik, hogy a gyerekeket elhozzuk, természetesen nem járvány idője alatt, elhozzuk és megtanítjuk nekik, meg, bemutatjuk az egészség fogalmát, és megtanítjuk, hogy az a kincs, amit megkaptak, az egy örök dolog, ha vigyáznak rá, nagyon-nagyon boldog felnőtt vár rájuk, és ez egy szenvedélyé vált. Az orvoslás mellett, a család mellett, az embereken, az emberek szeretete és megtanítása én nagyon bízom benne, hogy sok emberhez el fogunk jutni, nagyon bízom benne, hogyha többször hallják és találkoznak ezzel a fogalommal, megértik önmagukat, mert az egységünket, ha világosan tudjuk, mi meg vagyunk szerkesztve, csak elrontanunk nem szabad. Ez a legfontosabb üzenet. Egyébként ez az orvoslás most már végig kíséri a, a családodat is, hiszen a feleséged is orvos, és a gyermekeid is erre a pályára léptek rá. Hát most már, most már van orvos a családban, <laughs> nem panaszkodhatunk. Meglepett, a kisebbik fiam lepett, meg a nagyobbikon nem is csodálkoztam annyira, hogy amikor orvossága, sosem köteleztük őket, nem erről nem ezt a fogalmat, nem beszélgettünk otthon arról, hogy milyen jó orvosnak lenni. Egyszerűen látták az életünket, és talán, talán ennyi de a kisebbik fiam mindig közgazdásznak készült és azt mondta, hogy ő, ő szeretne valami menedzsmenttel, szeretne valami közgazdasági dologgal foglalkozni, majd 11-es lehetett, 11. elején kijelentette egy nap egy ebédnél, egy vasárnapi ebédnél, hogy az orvosi mellett döntött. Kanál megállt, Levegő megállt, Gergő orvosi, de miért? És akkor elmondta, közgazgászi fejjel és gondolkodással, hogy mi is orvosok vagyunk, tudunk segíteni neki, a bátyja is ott van, már tudja, hogy mi a neheze, szerintem a legjobb, legjobb az lesz, hogyha ő orvos irányába megy, igen, elvégezte ő is az orvosit, csak ő a gyógyszerkutatás irányában ment tovább. Nagyon szép dolog, és nagyon szép dolog orvosnak lenni, Uh, ami, a, ami a legfontosabb, hogy igazán akkor tudunk csak segíteni mindenkinek, hogyha ugyanaz a bizalom és az a szeretet, ami felülünk megy, felénk is vissza, visszaárad, és megnyílnak előttünk a betegek. Nagyon nehéz olyan emberen segíteni, aki önmaga menekül. A legnehezebb feladatuk a pszichológusoknak van, a legnehezebb feladatuk a pszichiátereknek van, mert űzött vadat, űzött embert és menekülő embert megállítani, meghökkenteni, és leültetni, és megértetni vele, hogy megfordítható, minden megfordítható a legnehezebb a világon. Az, hogy ennyien vagytok otthon orvosok egyébként, mennyire befolyásolja azt, hogy tudtok akár egymásnak nyilván szakmai szempontból segíteni, vagy egymásnak a véleményét kikérni, vagy, vagy értitek azt meg magánemberként, hogy, hogy mennyire nehéz mondjuk a másiknak. De nagyon sok Szóval fordul szerintem az elő, hogy pontosan az a baj egy kapcsolatban, hogy nem lát egyik fél bele a másiknak a munkájába, az azzal járó stresszel, e, hogyan tud megbirkózni a másik, és emiatt ez nagyon sok konfliktust szokott szülni ugye otthon a négy fal között. De nálatok nincs az, hogy nem tudja az egyik, hogy milyen napja van a másiknak, mert, mert pontosan tudjátok, hogy mi mentek keresztül. Ez segíthet Szerinte... a vagy a fáradtság kezelésében? Szerintem bizonyos szempontból azt, hogy ismerjük a másoknak a munkáját és munkakörét, talán igen, talán lehetséges, de uh, én azt kérek mindenkit, és tényleg, tényleg nagyon nagy szeretettel hagyja a, a társadnak az élete, a legszebb dolog a házasság olyan szempontból, hogy gondoljuk végig, két, két üstökös, két különálló élet, két különálló, külön élet egyszer csak találkozik, és ezt a két világot egy univerzumban találkoznak, és egy világgá kell valahogy, valahogy kovácsolni. Úgy, hogy nagyon fontos, és azt kell megérteni, hogy az egyéni szabadságát mind a kettőnek meg kell hagyni. Nagyon-nagyon fontos. Tehát onnantól, hogy házasságot kötöttünk, nem rabszolgaságot írtunk alá, nem, nem, nem örökös, örökös számadást írtunk alá, hanem ha meg tudjuk tartani a másik egyéniségét, tartsuk meg a legtöbbet belőle, és hozzuk ki a közösből a legjobbat azok működnek jól. Azok a családok, azok a házasságok, ahol, ahol, az egyéni szabadság megmarad, és mégis közösségben jól tudnak működni. És utána következik a legnagyobb csoda az életünkben, hogy a gyerek, a gyerek látja mi mindkettőnk életét, látja a párhuzamokat, látja a különbséget és a hasonlóságot, és leszűri belőle mindent, amit ő tehet, és mindig gondoljuk végig, hogy ő azzal a csomaggal indul el majdan az ő családi életében, amit rajtunk látott. Tehát azt a modellt, amit otthon látott, amiben minden nap volt, az lesz a nérvadó, az lesz a, a meghatározó. Tehát a, a kapcsolati rendszerben megtartani a másik egyéniségét, tisztelni a másik egyéniségét, az életét, hogy mennyi minden dolgozik, ha a munka csak otthon marad, csak otthon marad, mi minden tesz meg azért, hogy ez boldog legyen, hogy az a család működjön, mi minden áldozatot feladta önmagát, az, az, a, az a feleség, aki erről lemond, és otthon marad, a legnagyobb tiszteletet érdemli, mert mindenről lemondott. Az egy hatalmas, nagy erő, ahhoz hatalmas erő kell. Ha ezt megértjük, segítjük egymást, meggondoljuk, hogy már sokkal kevesebb vita van, nehéz napjaink vannak, beszéljünk róla. Nem lehet mindig, mint egy orvos sem mond el minden esetet, én sem hallom otthon, mindig a feleségem nehezebb problémát. Ha úgy gondolja, megbeszéli, ha látom rajta, hogy valami nagyon foglalkoztatja, rákérdezek, megkérdezem, ő is ugyanezt uh, fordítva. Tehát nem kell mindent elmondani, de az, ami az embert foglalkoztatja és megakasztja, uh, több szem többlet lát. Tehát ő másképp józanabbul látja ezt, a másik fél józanabbul látja. Bízunk abban, hogy a legnagyobb segítségünk a házastársunk az életbe. A feleségem fogalmazta ezt meg nagyon jól, egyszer egy szülői beszélgetés anyóson velünk el, és megfogalmazta, hogy addig, amíg veled 18 évet töltöttem, utána elment egyetemre, ott megismerkedtünk, házasságot kötöttünk, 34. éve vagyunk együtt, miről beszélsz? Felett 18 évet töltöttem a házasságban, 34-et, tehát egy egész másik. Tehát az egy része az életnek, ez pedig egy másik része az életnek. Egyetem volt a szerelem? Igen, igen. Nagyon sok esetben én azt láttam, legalábbis nagyon divat. Az ember az egyetemi életében, az egyetemista életeiben a legszebb életkorát éli, legfelszabadultabb, leg, legnyitottabb a világra, és ugye akkor, talál, akkor van a legtöbb találkozás is, igen, egyetemi szerelem volt. Picit nézzünk már abba bele, hogy téged mit tölt fel, amikor mondjuk nagyon sok a munka, amikor nagyon sok a feladat, vagy nagyon elfáradsz. Mik vannak rád hatással, ami egy kicsit pozitív töltetet ad, hogy a másnap is ugyanúgy tud a munkát végezni? E, nagyon én nagyon koncentráltan végzem a munkát. Mindig tanítom is az egyetemen, menedzsmentben, hogy az időkihasználás és az időbeosztás a világ legfontosabb dolga. Ha valamivel elkezdünk foglalkozni, azt fejezzük be, mert újra kezdeni valamit két hét múlva, vagy egy hét múlva, hogyha ha valamit nem viszünk végig, sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb összeszedni újra az információkat hozzá. Tehát én mindig igyekszem minden munkámban lezárni, meghozni a döntést, lezárni egy-egy folyamatot. És pont ezért, mikor a hazaírek, és, 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 bezártam az ajtót, és már megszűnnek a telefonok, egy bizonyos óra után, akkor, akkor gyakorlatilag én úgy szoktam hívni, hogy bútolok. Um, teljes nagy halál, romantikus film. Um, Kezdődik az Sorozatok, uh, Netflix sorozat, bármilyen sorozat. Uh, ha lehet, valahogy tépjen ki az én világomból, és egy picit hitessel velem, hogy, hogy, hogy van, van egy másik terület is, egy másik világ is, és a, a plusz ebben a zene, én nagyon-nagyon szeretem a zenét, nagyon sok zenét hallgatok, nagyon sok minőségi zenét hallgatok, az engem nagyon-nagyon ki tud kapcsolni, vannak kimondott zeneszámok, kimondott szerzők, amit bizonyos, bizonyos esetekben, vagy bizonyos helyzetekben hallgatok, hogyha nagyon-nagyon szomorú vagyok, ahhoz Wagner kell, Hogyha, hogyha nagyon, nagyon elmélyülten, nagyon valami nagyon gondolkoztat, ahhoz puccsini kell, ahhoz ária kell, és hogyha meg nagyon pihenni szeretnék, akkor nagyon szeretem a, a modern zenéből az akusztikus zenét, azért mindenféle akusztikus hangszernek a, a használatát, ezeket az együtteseket mindenhez megvan a maga mód, de muszáj butolni, muszáj újraindítani, és amikor az ember pihen, akkor pihennie kell. Éves szinten meggyőződésem, hogy kell egy minimum két hét, de inkább három hét teljes szünet, ahhoz, hogy egy hét elfelejted a, a, a lezajló területet, egy hétig nyaralsz, és egy hét már készülsz félig agyban, hogy, hogy akkor újra kezded. Ha ezt meg tudjuk, nem mindig lehetséges, de ha van lehetőség, egy-egy hosszabb uh, újra, újraindításra, vagy egy kikapcsolódásra nagyon-nagyon alálom. Az agy és a test, higgyük el, mindent megbosszol. Nekem is megtette. Én is voltam már vészhelyzetben, kritikus helyzetben. Ilyenkor az ember megáll, újra gondolkoja, újra gondolja. Uh, még intenzívebben kezdtem sportolni, uh, vegetáriánus lettem, uh, életmódot változtattam nem tudtam másképp elkerülni a csökken, és hogy a szív ne legyen nagy veszélybe. Tehát az ember olyankor megáll, újra gondol, újra tervez, és jön a B-verzió. Az egyébként, hogy a zene például megmaradt az életedbe, akkor az indulásnál és még most is, azon túlmenően mi az, ami egyébként, ami egyébként ugye mai napig elkísér például a gyermekkorodból, vagy amit tovább tudtál adni a gyerekeknek? ami így veled maradt. Tadá... És még egy kérdés, hogy Debrecenhez mennyire kötődsz, azt én tudom, hogy nagyon-nagyon, de volt-e arra lehetőség, hogy mondjuk máshol kipróbáld magad, és visszavágytál ide? Uh, igen, mindenre volt példa. Ugye én beszülettem születtem, Marosvásárhelyen végeztem orvosit, és egy év dolgoztam Szatmárnémetibe, a megyei kórházba, amikor végül is úgy döntött a család, hogy átköltözünk, és, és Magyarországon telepettünk le. Máté Szalkát választottuk első helyszínnek, köt és fél évet töltöttem Máté Szalkán. Nagyon szerettem egy kis kórházba dolgozni, egy külön kihívás, kevés létszámmal mindent ellátni, ugye minden beesett. Én sebés szerettem volna lenni, és altatóorvos lettem, műtőbe maradtam, de nem bántam meg, ezt sem nagyon szerettem nagyon szerettem ezt a hivatást, majd egy felkérésre Péterfi professzor úr hívására kerültünk Debrecenbe, kerültem át a szívsebészeti klinikára, és nagyon-nagyon hamar a, 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 az ideérkezésünket követően egy nap leforgás alatt, ez is ritkán történik meg, vesztettem el édesapámat és apósomat, és amikor kiérkeztünk a Debreceni temetőbe intézni a, 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 a szertartást, meg a a temetést, mikor betettem a lábam, és, és beérkeztem így a temető területére, nem tudom másképp megfogalmazni, egy ilyen végtelen nyugalom fogadott, fogott el, és azt mondtam, hogy igen, a világon sok hely van, de én megérkeztem, és itthon vagyok. Nagyon furcsa érzés volt, és ez, a vég, ez az érzés azóta is megmaradt. Nagyon-nagyon szeretem a várost. Tizen pár év képviselőség alatt nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon-nagyon szeretem a debreceniek mentalitását, nagyon befogadóak, nagyon meleg lelkűek, és nagyon-nagyon jó emberek. Ez a civis nyakasság is itt benne van, de, de ez a város egy, egy gyönyörű, fejlődő, nagyon-nagyon-nagyon szép hely. Elkerültem, mert a munkám során Budapestre is voltam főtanácsadó Tarós Istvánnál a Budapesti Főpolgármesteri Hivatalban, egészségügyi főtanácsos. Dolgoztam Miskolcon is, nagyon-nagyon is. szerettem, ott polgármesteri biztos voltam, és ott hoztam létre először az Egészségfejlesztési Intézet modelljét, a debreceni modellt. Nagyon szerettem krizálkos polgármester úrral is dolgozni, de azok mindig éreztem, hogy tehát azok munka, azok munkahelyek voltak, mindent maximálisan megtettem, amit kellett, de mindig örültem, mikor a Debrecen táblát megláttam, és hazáérkeztem. Gyerekeim is itt nőttek fel, számomra a Debreceni Egyetemen, mikor sétálok, valahogy ez a, ez a jó elosztása, azt, hogy a város annak idején a szívét adta oda a Debreceni nagy erdőt, területnek, hogy odaépüljön fel az egyetem, nagyon-nagyon fontos, és valahol ez a dobogás benne maradt az emberben. Én ezt mindig érzem, ezt a lüktetést, nagyon szeretem. Milyen terveid vannak még akár magánemberként, akár, akár a szakmai életed során? Hát ez az év nem arról szólt leginkább, ugye, hogy a tervezni lehetett, vagy, vagy inkább, inkább újra tervezni. Nagyon kedvesen olvastam az interneten egy ilyet, hogy ez az, ez az év vírusos lett, és újra kell bútolni, mint a számítógépet, tehát egy eltelt. Igen, ez a vírus határozta meg ezt az évet, de nagyon sok feladat adódott ennek kapcsán is az intézet számára. Amit nagyon-nagyon szeretnék, is, ami nagyon fontos, hogy a gyerekprogram pont követően, amikor ugye békeidőben, vírusmentes időben elhozzuk a gyerekeket, képezzük őket, és egy nagyon komoly komplex vizsgálatot adunk, és ennek eredményeként hat gyerek köszönheti, hogy elkerült az életet veszélyeztető ritmuszavarát, mert megtaláltuk, és pacemakerrel ellettek látva, tehát nincs ennek már a veszélyben. Tehát ezek a, ezek a sikerek mellett is én szeretnék egy új terület felé nyitni, Meggyőződésem, hogy az a korosztály, aki viszi a vállán a várost, az országot, a 20-65 éves korosztály a dolgozó emberekkel, nagyon-nagyon keveset tudunk foglalkozni. Nem azért, mert mi szeretnénk, orvosok keveset foglalkozni velük, hanem önmaguk foglalkoznak önmagukkal keveset, hisz dolgozni kell, családot kell alapítani, haladni kell előre, nem foglalkoznak magukkal, ennek a korosztálynak valahogy segíteni, hogy... A Virá, vizsgálatokkal, szűrővizsgálatokkal, figyelemfelkeltéssel kibővíteni a programunkat, hogy feléjük is tudjunk egy biztonságos hátteret adni, nagyon-nagyon nagy szerep lenne. E, nagyon bízom benne, hogy sikerül megvalósítani. Nagyon sok embernek az én fő vezérelvem azt, hogy megtanítani az embereket élni. Élni, a, megtanulni, megtanítani nekik a testüket, megtanítani az életet. Hogy lehet túlélni az életet, magát. Ehhez egy diétás tanácsadás azoknak, akik rászorulnak, de azokat is megfelelően egy sév segítségével, például egy diabéteses uh, csapatnak megfőzni 5-10 ételt, megkóstolni, újdonságokat bemutatni, test közelbe hozni, kicsit megértetni, hogy mi a fontos, közben egy dietetikus elmeséli, hogy, hogy mi is fontos az ő betegség gluténérzékenység, nagyon-nagyon sok embert érint, nagyon komoly probléma, és megértetni azt, hogy teljesen külön edények, teljesen külön kell főzni, külön étrendet kell biztosítani, ezeket mind átadni, testközelbe még nagyon sok kihívás van, ezeket meg kell valósítani, nagyon bízom benne, meg tudom. Magánemberként valami cél, akár utazás, akár egy jó könyv, nem tudom, van időd egyáltalán mondjuk olvasni? Igen, igen, Van időd? Van. Nagyon gyorsan olvasok egy-egy regényt, hogyha belekezdek, az nekem két nap, egy-két nap, hogyha elkezdek egy hétvégén, Szerencsés akkor... Szerencsés ember vagy. Nagyon vagy. szeretem végigolvasni. Muszáj, muszáj bútolni, tehát szoktam olvasni, szeretek olvasni, zenét szeretek hallgatni, Család szempontjában a gyerekek már kikerültek, mindenki élje maga életét, természetesen a legnagyobb öröm őket kísérni, és, és, és az ő öröm, meg várom, hogy nagyapa legyek, bízom benne, hogy elkövetkezik az az időszak is, és gondolom, és remélem azt, hogy a családom egészségben tud tovább működni. Bízom benne, hogy a munkahelyen is azt a biztonságot, amit szeretném, hogyha éreznének a munkatársak, az folyamatos legyen, és én hiszek abban, hogy, hogyha találok követőket, találok segítőket, és nagyon sok követőt, és nagyon sok segítőt találtam, és nagyon köszönöm a városnak, és mindezt támogatta, alpolgármester asszony, polgármester úr is nagyon-nagyon komolyan támogatják ezt a programot. Én gondolom, és bizon benne, hogy nem csak gazdaságilag, nem csak a, a, a testileg lesz épp a város, hanem lelkileg is, és akkor így együttműködve nagyon szépen tudunk tovább dolgozni. Én pedig várlak ide vissza majd még kávézni, hogy ezekről a tervekről beszélgessünk, ez hogy hogyan valósulnak majd meg az idő folyamán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam ebben a beszélgetésben. Örülök, akkor egészségünkre, bár lehet, hogy egy kicsikét. <laughs>